Ütemterv szerint halad az új üzletközpont építése. Továbbra is népszerű a szakképzés Ózdon. A vakáció ideje alatt is várja a gyerekeket a Van Helyed Alapítvány. Ózdi Krónika. A stúdióban Bukovinszky Zsolt. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon, de a TikTokon és az Instagramon is jelen vagyunk. Jó estét kívánok! Ütemterv szerint halad az új üzletközpont építése a Piacút mentén. A kivitelező cég szakemberei március elején kezdték el a munkálatokat, mostanra pedig már állnak a falak és a belső tér kialakítását végzik. Úgy tudjuk, a negyedik üzlethelyiségnek még nincs bérlője. A nyitást november első felére tervezik. Március elején jelentek meg a munkagépek a Piacút menti üres területen, és hosszú időn keresztül a földmunkát végezték. A falak egyik napról a másikra nőttek ki a semmiből. A négy üzlet bejáratát négyféle színnel jelzik. Több feladattal elkészültek már. Ilyen a szerkezetépítés, panelozás és nyílászárók elhelyezése. Az épület belsejében folyamatos a munka. Jelenleg gipszkartonozás, gépészeti, elektromos szerelések zajlanak. A lámpatestek jó része már a helyére került az egyik teremben. Öröm látni, ahogy egy kihasználatlan területen a város szívében egy új üzletközpont épül, amely szolgáltatásokat és munkahelyeket is fog biztosítani az itt élők számára, és mindezen által a városképet színesebbé és beépítettebbé teszi, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos egy Ózd méretű városközpontjának. A nyitás előtt még rengeteg feladat van hátra. A belső tereket már az ott lévő üzletek arculatához illeszkedve alakítják ki. A JUSZK, a DM és a KIK már biztos, hogy Ózdra érkezik. A negyedik üzlethelyiségnek még nincs bérlője. A befektetés egy lényeges momentuma a parkolóépítés, hiszen ilyen formában is ki kell szolgálni a vásárlókat. Összesen 124 darab parkoló fog épülni három helyszínen. Az üzlet közvetlen közelében 40 darab, ebből 3 darab akadálymentes. A Sárli út mentén 52 darab, a körforgalom Városház téri oldalán pedig 32 parkoló kerül kialakításra. Válaszolt a kérdésünkre az MLKFT képviselője. Elmondta továbbá azt is, hogy az üzletközpont nyitásának még nincs pontos időpontja, de az biztos, hogy november első felére tervezik az átadást. Egyre többen választanak szakmát, még mindig nagy a túljelentkezés az Ózdi Szakképzési Centrumban. 2019-ben megreformálták az oktatási rendszert, bevezettek két új iskolatípust. A törvényi szabályozás szerint mindenki ingyen tanulhat két szakmát, és szerezhet egy szakképesítést. Az ösztöndíj, munkabér és egyszeri pályakezdési juttatás igen vonzó mind a fiatalok, mind a felnőttek számára. Jelenleg a Dajka képzés a legnépszerűbb. A szakképzés rendszere az utóbbi években teljesen átalakult. A régi OK-s képzések kifutottak, és úgynevezett szakmai jegyzékes képzések jelentek meg. A felnőttek számára ez azt jelenti, hogy mindenki ingyen tanulhat két szakmát, és szerezhet egy szakképesítést. Nagyon fontos, hogy ebben az esztendőben a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával együttműködve indulnak olyan képzések, amelyeket álláskeresők részére hirdetünk meg. Ez azt jelenti, hogy ők ingyenesen vesznek részt a képzésbe, és a kormányhivatal megfelelő osztályától a jogosultságuk megléte esetén tanulási támogatást kaphatnak. Nagyon nagy az érdeklődés, nagyon sokan jelentkeznek. 2019-től bevezették az új iskolatípusokat, az 5 éves technikumot és a 3 éves szakképzőiskolát. A diákok portfóliót készítenek, projektekben dolgoznak, és valós körülmények között sajátíthatják el a szakmát. A megújult ösztönző rendszer még vonzóbbá teszi ezt az oktatásformát. A Bród Imre technikumban, iskolarendszerű képzésben legnépszerűbbek az egészségügyi és a szociális ágazathoz kapcsolódó szakmák. Elsősorban általános ápoló, egészségügyi asszisztens, gyógyszertári asszisztens, illetve kisgyermekgondozó nevelő, szociális ápoló gondozó képzésre jelentkeznek a legtöbben. Emellett aztán számtalan olyan
szakmai képzés folyik, amely nem iskolarendszerű, de népszerű, személy és vagyonőr, illetve most a kormányhivatalos képzéseknél ugye ez a DAJKA képzés, ami legnépszerűbbnek tűnik. Az Ózdi Szakképzési Centrum 5 intézményében augusztus közepéig, végéig várják azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, akik a meglévő szakmájuk mellé szeretnének egy újabbat tanulni, vagy még nem rendelkeznek szakmával, de most szívesen elsajátítanának egyet. Útjavításokat, felújításokat végeznek az óvi munkatársai városunk több pontján. A Bojki főút szervizútján átfestették a fekvőrendőröket és a kijelölt mozgássérült parkolóhelyeket. Ezen a szakaszon több úthibát kijavítottak, és a március 15-e úton is kátyúztak. A strand előtt az előkészítési munkálatok zajlanak, aszfaltvágóval törik és bontják az érintett területeket. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény szakemberei arra kérik a lakosságot, hogy óvatosan közlekedjenek az érintett útszakaszon. A nyári szünidőben is tartalmas programokat kínál a gyerekek számára a Van helyed a közös jövőnkért alapítvány kollektívája. Szívesen látogatnak el a Volni József úti stúdióba a kicsik. A több generáció fejlődését figyelemmel kísérő szervezet a vakáció ideje alatt is a szabadidő hasznos eltöltését ajánlja a fiataloknak. A Van helyed a közös jövőnkért alapítvány stúdiója 2014-ben nyitotta meg kapuit az általános iskolások számára. A szervezet dolgozói jó kapcsolatot ápolnak a szülőkkel. Sokszor közösen döntenek olyan kérdésekben, amelyek a gyerekek fejlődését szolgálják. A tanítási szünet alatt is találkoznak a fiatalokkal. Nyáron az évhez képest egy másik típusú programsorozattal állunk elő a gyerekeknek, ez a vakáció ideje. Itt kevésbé a tanulásról, inkább a szabadidő eltöltéséről szól, és ami nagyon fontos, hogy ilyenkor sokszor kitelepülünk szegregátumokba, az úgynevezett alapozó programunkkal, ahol játszunk, mindenfélét csinálunk a gyerekekkel, ismerkedünk a családokkal folyamatosan, innen kerülnek be a gyerekek a szoros patronálásba, és egyébként szeptembertől a tanévhez igazítva elindul a Van helyedes tanrend szerinti működés. Sok színes program várta ma a gyerekeket a Kiserdő Alja úti játszótéren, akik örömmel vettek részt a számukra szervezett foglalkozásokon. Pippangoztunk, ógiókat eztünk, fűztünk, meg lesz ajzsfesték. Jó, közösség, sok barát van, meg ilyesmik. Az alapítvány dolgozói több mint 100 gyereket mentorálnak, de a pedagógusok és segítők a kicsik családtagjait is beszámítva több mint 300 fővel tartják napi szinten a kapcsolatot. A patrónusok minden hónapban meglátogatják az érintett családokat, hogy betekinthessenek a gyerekek fejlődésébe. Ebben az évben eredményként elmondható a Van helyed alapítvány működése kapcsán, hogy a 146 fiatalból 5 gyerek volt az, aki a tovább tanulás korba ért, mindaz 5 tanulót felvették a középiskolába. Idén 2 gyermek érettségizett, 1 tanuló kapott szakmát, és 6-an járnak egyetemre. A legtöbb esetben veszélytelenek a rovarcsípések, de vannak, akik allergiásak rá. A daráscsípés rendkívül erős fájdalommal járhat, a rovar fullánkjában található apitoxin gyulladáskeltő és véralvadásgátló méreganyag miatt. Amennyiben szokatlan tüneteket tapasztalunk magunkon, forduljunk orvoshoz a megfelelő kezelés érdekében. A gyógyszerész szerint a kalciumtól van hatékonyabb megoldás. Darás pihen ezen a virágon, majd átszáll egy másikra. Ilyenkor nagyon békések, azonban fájdalmas csípéseket tudnak okozni. A támadó darás csípés közben figyelmeztető feromonokat is kibocsát, ami a többi egyedet is rohamra készteti, ezáltal fokozott veszélynek vagyunk kitéve. A fullánk okozta piros, fájdalmas duzzanat kellemetlen érzetet kelt. A legtöbb emberre veszélytelen, azonban vannak, akiknél allergiás reakciót is kiválthat. Általában van egy helyi reakció, ami borbír, udéma, gyenge reakció, de van egy súlyosabb reakció, aki pláne érzékén arra, az az úgynevezett anafilaxiás sokk. Abból a leesik a vérnyomás, fulladás érzést, gombosot érez a torkába, tesszerte, kiútések jelentkeznek, és sajnos összeesik. Ilyenkor azonnal vagy mentőt, vagy orvos kell hívni.
Általában vannak olyan betegek, akik tudják magukról, hogy ők érzékenyek darázscsípésre, és előre van vannak készülve rá egy úgynevezett adrenalin injekció, EpiPen injekció. Az emberek a legtöbb esetben hideg, ecetes borogatást vagy egyéb házi praktikákat alkalmaznak, azonban ez nem mindig válik be. Az allergiás tünetek kezelésére több készítményből is válogathatunk. Több esetben a különböző csípések nem okoznak komolyabb allergiás reakciót, így ezekre mi is tudunk javasolni a gyógyszertárban megfelelő készítményeket. Lehet az egy gél, hűsítő, spré vagy egy egyszerű borogatást is tudunk javasolni, hogyha csak ennyi szükséges. Azonban vannak esetek, amikor ez a reakció egy kicsit súlyosabb. Ilyenkor érdemes lehet bevenni szájon át alkalmazható gyógyszerkészítményeket, antihisztamin készítményeket. Sajnos nagyon elterjedt tévhit, hogy a kalcium is jól lehet ilyen allergiás reakciókra. Sokszor még a házi orvosok is javasolják egy régről megmaradt gyakorlat miatt, azonban ennek semmilyen tudományos alapja nincsen, sokkal többet érnek és hatásosabbak a modern új antihisztamin készítményű gyógyszerek. Ha már bekövetkezett a csípés és biztosak vagyunk benne, hogy milyen rovar okozta, könnyebben megtalálhatjuk a megfelelő kezelési módot. A tünetek súlyosbodása esetén érdemes felkeresni a házi orvost. Kiradírozná a különbségeket a Magyar Református Szeretetszolgálat, tanszereket gyűjtenek a hátrányos helyzetű diákoknak. A kampány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő családok számára megkönnyítsék a tanévkezdést, és csökkenteni tudják számukra az iskolakezdéssel járó egyre nagyobb kiadásokat. A szolgálat képviselői minden lehetőséget megragadtak a segítségnyújtásra. Augusztus 9-én, vagyis jövő hét pénteken délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Brassói úti bevásárlóközpontban várják a felajánlásokat. Az adományokat székhelyükre, vagyis a Pázmány út 3 szám alá is el lehet juttatni, hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 3 óra között. Amire a legnagyobb szükség van, az iskolatáska és a toltartó, de egyéb tanszereket is szívesen fogadnak, legyen az új vagy használt, de jó állapotú. Az igény nagy, ugyanis rengeteg család érkezik hozzájuk ilyen kérelemmel. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány idén is megrendezi az éves tanszergyűjtő kampányát. Már több éves múltra tekint vissza ez a gyűjtés. Ebben az évben is nagyon sok kérelem érkezett hozzánk. Ózdon 186 gyereknek szeretnénk megkönnyíteni az iskola kezdését, megyei szinten 400 gyermeket szeretnénk támogatni, és országos szinten pedig 1358 gyermeknek szeretnénk tanszert adni. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Ütemterv szerint halad az új üzletközpont építése a piacút mentén. A negyedik üzlethelyiségnek még nincs bérlője. A kapukat november első felében tervezik megnyitni. Még mindig nagy a túljelentkezés az Ózdi Szakképzési Centrumban. Jelenleg a Dajka, az általános ápoló és a személyi és vagyonőr képzések a legnépszerűbbek. A nyári szünidőben is tartalmas programokat kínál a gyerekek számára a Van helyed a közös jövőnkért alapítvány. Ma a Kiserdő Kalja úti játszótéren töltötték a napot a kicsik. Sokszor veszélytelenek a rovarcsípések, de vannak, akik allergiásak rá. A gyógyszerész szerint a modern antihisztamin tartalmú készítmények hatásosabbak, mint a kalcium. Végül néhány szóban a holnap várható időjárásról. Csütörtökön foltokban felhőségboltra számíthatunk, azonban a hőség még marad. A déli órákban magas UV-sugárzás is várható, délután 3 órától csapadék is valószínű. A hajnali órákban a hőmérséklet 11, napközben pedig 32 fok körül alakul. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban, a krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a 20 éves Ózdi Néptánc Egyesület jubileumi gálaműsorának második részét láthatják felvételről. A táncosok több tájegység jellegzetességeit is felvonultatják,
de a zenekar is szólózik. Az adás végén közösen állnak a színpadra, és együtt táncolva ünneplik meg az elmúlt 20 esztendőt. Ne feledjék, holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó. Most szép estét és jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!